Egy nagyszabású ügyészségi akciót hajtottak végre a Záhonyi határátkelőnél még 2015. október 19-én. Aznap több órára szünetelt az átkelés, akkor még technikai okokra hivatkoztak. A határátkelőnél munka közben, illetve a környező településekről összesen 53 határrendészt vettek őrizetbe vesztegetés miatt. A Nemzeti Védelmi Szolgálat feljelentése alapján indult az eljárás. A központi nyomozó főügyészség nyilatkozata alapján úgy vették el a külföldi állampolgároktól az útlevelüket, hogy már abban el volt rejtve a készpénz. Ezt átadták az útlevél kezelőnek, akik a fülkében kivették a pénzt. A férfiak az alsónadrágjukba, a nők pedig a melltartójukba rejtették azt. Egy szolgálat végén tetten ért útlevélkezelőnél például 950 eurót találtak. Az ATV úgy tudja, főleg azoktól kértek és fogadtak el készpénzt, akiknek lejárt a vízumuk vagy az útlevelük, vagy túl súlyos járművel érkeztek a határhoz, erről pedig a vádlottak felettesei is tudtak. A katonai bíróság az 53 érintett közül majdnem mindenkit börtönbüntetésre ítélt. Az ügy elsőrendű vádlottja, címzetes rendőrfőtörzs őrmesterként dolgozott, őt 5,5 évnyi börtönre ítélték, ez a legsúlyosabb büntetés, amit kiszabtak az ügyben. A többi érintetre 3 év körüli büntetést szabott ki a bíróság. Az ítélet egyelőre még nem jogerős.